Sziasztok! Na, eljöttünk ide a HVG állás bőrzére, megnézzük, hogy egyáltalán van-e valami, ami nekem való, és hát ha találok valami programozói munkát. Amúgy sportcipőben jöttem. Jöhetem volna magassarkúban is, de az kényelmetlen, és fáj benne a lábam. És hogyha valaki csak azért nem akar engem felvenni, mert nem magassarkúban jöttem, hanem menő sportcsukában, az nagyon sok. Menjünk be és nézzük meg, hogy mi is van oda bent. Pontosabban mondva, majd otthon számolok be arról, hogy mi is volt bent, mert szerintem be nem engednek kamerát, de lássuk. Hazaértem az állásbőrzéről, és arra gondoltam, hogy elmondom a tapasztalataimat, és hogy ugyebár megmutatom, hogy miket kaptunk. Kezdem azzal, hogy miket kaptunk. Először is kaptunk egy ilyen pohártartót, ami télen melegít, nyáron hűsít. Aztán kaptunk mindent, ami leesik, egy ilyen füzetet, üres, bele lehet írni mindenfélét. Mondjuk ez nagyon jó, ez nagyon tetszik, és szerintem ez az egyik legjobb ilyen szponzor ajándék, amit ott osztogattak. Kaptunk még, várjátok, összeszedem itt, két darab olyan ilyen műanyagot, amit a számítógépnek a kamerájára lehet rárakni, és akkor elvileg senki se tud leskelődni utánatok. Ebből kettő is van, biztos, ami biztos. Kaptunk ilyen kulcstartót is, nagyon szép és jó, négy levelű lóhere, nehéz szó voltam. Valamilyen USB fény, nem tudom én micsodát, ilyenünk van a falnál, hogy pamacs éjszaka ne tévedjen el, vagy ne féljen, vagy igazából saját magunk megnyugtatására. Hogy pamacskában minden rendben van. Kaptunk két darab tollat, egy ilyen USB töltős karperecet is. Ezt leszámítva, az IBM-től kaptunk még egy esőkabátot is, amit most megnézzünk, hogy milyen. Na, nyílj ki, gyere szét! Hát egyelőre olyan, mint egy szemetes zsák, és hova bújsz bele? Keze nincs, tehát valami műanyag szemetes zsák, amit valahogy, mint az öreg anyó, sapirésze menjen le, mint az öreg anyó, így valahogy megpróbálsz így magadra kötni. Így. Ó, tök menő leszek. Nézzétek meg, milyen menő vagyok benne. La 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 la, la la la. Na, ezt se fogjuk hordani. De elvileg ezt kaptuk az IBM-től, mint esőkabát. Szóval azt hiszem, hogy a felavatás és a használata megtörtént. Továbbiakban kérlek, ne várjátok el tőlem, hogy ezt hordjam. Szóval elvileg ezt is kaptuk. És a DM-től kaptunk két darab körömlakkot is. Az egyik, ez az 505-ös. Ez viszont meg a 81-es kódot viseli. Miután megvoltak a szponzorajándékok, arra gondoltam, hogy akkor most már tényleg beszéljünk a tapasztalataimról. Annyit kell tudni, hogy tavaly és tavaly előtt is kint voltam az állásbőrzén, viszont vagy körülnézni, hogy mi is az, ami ott van, vagy azért már munkát kerestem, de így vagy úgy az elmúlt két évben mindig kint voltam. Azt tudni kell, hogy akkor
narancssárga dosszéval mentem, ami azt jelenti, hogy közgazdászos dosszéval. Idén már kékkel mentem, ami azt jelenti, hogy informatikus. Nincsen külön programozó, meg ilyesmi minden, ami számítógéppel kapcsolatos, az a két dosszé. A tapasztalatom az, hogy tavaly és tavaly előtt igazából oda mentem, beadtam az önéletrajzomat, de ott igazából én voltam a 128-adik, aki abban az órában oda ment. És az, hogy most talán felhívnak-e vagy sem, az így, én úgy éreztem, hogy tű a szén a kazalban, és most a különbség az volt, hogy körülnéztem az állásbőrzén, és tényleg azt látom, hogy 10-ből 8 embernél ez a narancssárga közgazdászos dosszé volt. És remélem mondanom sem kell, hogy az elmúlt két évben beadtam mondjuk 10 helyre, és onnan jó esetben egyről hívtak, hogy akkor az első körre menjek el. Második, harmadikra már nem igazán jutottam el. Na mindegy. Szóval igazából az nagyon nagy csalódás volt nekem, viszont idén az, hogy a kék dosszéval megyek, vagyis hát mentem, igazából nagyon pozitív. Szóval reménykedem. Azt kell tudni, hogy tegnap és tegnap előtt volt az állásbőrze, szóval szerdán és csütörtökön, és ma például, ma már az egyik helyről hívtak, hogy jövő hét kedden menjek be az elsőkörös interjúra. És ez tavaly meg tavaly előtt, amikor narancsága dosszéval mentem, fel nem merült, szóba se jöhetett volna. Szóval most az állásbőrzén volt 3-4 olyan cég, ami nekem nagyon szimpatikus volt, és ahova tök jól lenne eljutni, vagy bekerülni. És tök jó, mert ezekből az egyik például már ma hívott, hogy jövő hét kedden menjek. És ez nekem valami hihetetlen jó érzés, és hihetetlen jó tapasztalat, és újdonság is, és én reménykedem. Szóval szerintem az egyetlen különbség az, hogy a tavalyiakkal, a tavaly előttivel kapcsolatban ez idei az, hogy más színű dosszéval mentem, és más irányból közelítem meg a dolgokat. Meg más szakmával, de hogy én azt látom, hogy azzal, hogy valaki közgazdász, az nagyon jó. Én is az vagyok. De nem elég. Szóval a közgazdász mellé kell egy másik szakma, kell egy másik irány is, és hogyha a közgazdaságot tudod valamivel párosítani, akkor idézőjelben menő vagy és király, és esélyed van bekerülni. De ha csak közgazdászi dosszéval megy az ember, és csak közgazdászi papírja van, akkor igazából ez a tűt a szénak az alba, és szinte lehetetlenség. Szóval, na mindegy. Ja, még egy dolog, hogy ami nekem feltűnt, hogy a Mercedes idén is nagyon kitett magáért. Ott volt egy ilyen hatalmas nagy ilyen stand, és ha ez nem lett volna elég, valamilyen emeletes, nem tudom én mit is felépítettek hozzá, és egy ilyen hatalmas nagy ilyen monstrum volt, és nem tudtál úgy elmenni az állásbőrzére, hogy az ne szúrjon szemet. Volt egy cég, aki hozta a kamiont, egy igazi kamion volt bent, és azzal próbálta felhívni a figyelmet, meg volt olyan hely, ahol popcornt osztogattak, finom volt a popcorn, köszi, és volt egy hely, már nem emlékszem a cégnek a nevére, ahol például almát adtak. A szponzor ajándékként nem tollat, vagy radírt, vagy mi van itt még, ilyet adtak, hanem almát abból a kiindulásból, hogy az ember úgyis ott tölt 4 órát, mi 3 és felett töltöttünk ott, és az idő alatt az ember igenis megéhezik. Tehát, ha nem is raksz jól, de egy ilyen első segélynek az alma tökéletes. És nekem ez például nagyon szimpatikus volt. És volt még egy cég, ahol konkrétan bort osztogattak. Szóval az a cég azzal foglalkozik, hogy borokat árul interneten. És ők például úgy vonzották be az embereket, hogy borkóstolót tartottak, és ilyen kis üveg, kis pohárban 1 decivel osztogatták a borokat.
És mondjuk finom volt a bor. Fogalmazunk így. Finom volt. Szóval összességében a tapasztalatom az elmúlt pár évvel kapcsolatban az az, hogy az elmúlt pár év az nagyon negatív volt, és nagyon rossz tapasztalataim voltak. Idén úgy mentem el, hogy igazából nincs mit veszítenem. Tavaly előtt kinyomtattam angol nyelvű, meg magyar nyelvű önéletrajzot is, színesben, nagyon készültem, és mentem, és akkor jó, oké, megcsinálom, mit tudom én, micsoda. Idén már ki sem nyomtattam az önéletrajzokat, mert hogy ugye innen csipogták le. De idén úgy mentem, hogy ez a lesz, ami lesz. És hihetetlen jó érzéssel jöttem el, hihetetlenül reménykedem, és csurizom ezerrel, hogy hát ha az egyik bejön, és igen, végre ez munkám talán. És azt hiszem, nagyjából ennyi. Szóval összességében pozitív volt és jó volt. Remélem, ti is elmentetek az állásbőrzére, és körülnéztetek, érdeklődtetek, és per vagy megtaláltátok álmaitok munkáját. Ha nem, akkor érdemes elmenni a következőre is. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek iratkozzatok föl, lájkoljátok, írjatok kommentbe valami szépet, osszátok meg, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!